Júniusban is zárva marad a transzfoganasi műút, az úttestet borító helyenként akár 6 méteres hóréteg miatt. A hóréteg eltakarításán két munkagép is dolgozik, de a Böljávízesés és a Böljátó közötti szakaszon kőomlások is nehezítik a munkát. Eredetileg június 1-ére tervezték az út megnyitását, azonban még legalább 2-3 hetet is felvesz az út akadálymentessé tétele, közölte a Brassó megyei útügyi igazgatóság, amely Facebook videóval is szemléltette a helyszínen tapasztalható állapotokat.